Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, folytatom az öt napról szóló előadásomat. Ott a föld szélén túl hatalmas állatok élnek. Nagy ritkán az interneten lehet is látni ilyen állatokat. Én is láttam egyszer-kétszer, mert hogy csukottkán lelövik őket a határól. A fényképen, amit láttam, egy hatalmas állat volt, mint egy 10-20 emeletes ház, a határőrök akkorák voltak, mint a bolhák. Ezt a hatalmas állatot a tenger dobta ki, az emberek persze nem hagyták, hogy a tenger következő hullámai dagálykor visszavigyék az állatot, vissza tudjon úszni, hanem oda mentek és agyonlőttek. Sajnos ilyenek az emberek, ami ismeretlen, azt nagyon kell lőni. Így kell fogadni. De a kozmosz az tabú, oda nem szabad lőni. Nagyon jól tudják, hogy ott az égi lakók élnek, az égben lakó emberek. És ha valakinek olyan szerencséje van, hogy eljut az északi sarkra, akkor megfigyelheti, hogy teljesen más világok vannak, mint itt a Földön. Onnan lehet látni a Matrix belsejét, ahol nyüzsög az élet, ahol hatalmas városok vannak az égben, amelyek között kisebb-nagyobb repülőeszközök mászkálnak, illetve repülnek. Csukotkán nem építettek soha városokat, meg falvakat. Egy-két kisebb település van a helybelieknek, de a népet nem engedik oda, nehogy túl sokat lásson. Az a pár rénszarvas pásztor meg, aki ott van, az úgyse tud angolul, vagy németül, meg oroszul, és úgyse mond el semmit. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak, és iratkozzanak fel a csatornámba. Viszontlátásra!